Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Krappáné Pap Ágnes, a Kovács Mihály tagiskola igazgató helyettese. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást, és én is nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. A közelmúltban egy kitüntetést, elismerést vehetett át, honvédelemért elismerésben részesült, ehhez gratulálunk. Mit jelent ez az elismerés? Köszönöm szépen. A Honvédelmi Minisztérium szokta jeles események alkalmával, így október 23-a rendezvény ünnepség keretében olyan társadalmi szervezeteknek, illetve civil személyeknek adni, akik a honvédelem terén, illetve a hagyományápolás terén tevékenykednek. Úgy gondolom, hogy ez a cím, ez nagy részt a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesületben végzett tevékenységemnek, illetve Kovács Mihály ezredes emlékének az ápolásáért szól, és én ezt nagy tisztelettel köszönöm, és örömmel fogadtam. És meg is lepődtem, de nem tagadhatom, hogy büszkeséggel tölt el. Természetesen ugye ezt nem egyedül végeztem, ezt a tevékenységet, hisz mellettem voltak az egyesület tagjai, és hát a kollégáim, a Kovács Mihály iskola nevelői és a gyerekek, és nekik is köszönöm. Hogyan zajlott ez a díjátadás, ez az elismerés átadása? Hol volt, milyen keretek között? Meséljen erről nekünk egy picit. Most október 17-én volt fönt a Honvédelmi Minisztérium tisztiházában, ahol természetesen ugye a szintén díjazottak, hisz különböző elismeréseket adományoztak a Honvédelmi Minisztérium nevében, és természetesen ugye jeles honvédelmi vezetők és államtitkár úr adta át a díjakat. Bensőséges körülmények között rendkívül megható volt, és hát természetesen egy nagyon kedves kis műsorral is kedveskedtek nekünk, tehát nagy örömünkre szolgált, és nagyon jól éreztük magunkat a megható pillanatok mellett, ugye ez is nagyon kellemes volt. Még egyszer szívből gratulálunk ehhez az elismeréshez. Most beszéljünk a Kovács Köszönöm Mihály szépen. Tagiskoláról. Az idei tanév, ha már a második volt, amit a Karcagi Általános Iskolai Központ tagiskolájaként kezdtek meg, hogyan indult az idei tanév önöknél? Hát az idei tanév úgy gondolom azért sokkal zökkenőmentesebb volt, mint a tavalyi, hisz tavaly a váltás azért sok-sok izgalommal és várakozással telt. Ez a várakozás azért már gördülékenyebben ment, hisz mondhatom azt, hogy a háromtagiskola bebizonyította az első évben, hogy tud együtt munkálkodni, és azt, amit a gyakorlat előnyöket és esetleg nehézségeket produkált, azt úgy gondoljuk, hogy ebben az évben már sokkal gördülékenyebben tudjuk megoldani. Az izgalom természetesen megmaradt, ugye, mint minden évkezdés, a gyerekek, a várakozás, az nem csak a gyerekek szülőkre jellemző, hanem ránk pedagógusokra, illetve hát a váltás, hisz mindannyian tudjuk, hogy januártól ugye fenntartóváltás következik be, illetve törvényi szabályozásokban is változások történtek, ez az új köznevelési, nemzeti köznevelési törvény megjelent, illetve ennek apró pénzre váltása különböző rendeletek, amelyek szintén ez ősszel megjelentek. Ezek sok-sok feladatot jelentenek számunkra, és ezekkel meg kell ismerkedni, és ennek megfelelően kell a jövőnket tervezni. Éppen ezért minden iskolának, ami nagy iskolánknak is, tehát a Karcagi Általános Iskolai Központnak, de a tagintézményeknek is feladatot jelent, hisz az új dokumentumokat, az új NAT mentén megjelent kerettanterveknek megfelelően ugye a pedagógiai programot és a többi dokumentumot is át kell dolgozni, hozzá kell idomítani, formálni. Ez bizony azt jelenti, hogy a három tagintézmény pedagógusai elkezdték a közös munkálkodást, és együtt gondolkodást, hisz egy iskola vagyunk, de természetesen minden tagintézmény szeretné megőrizni valamilyen szinten az arculatát, de ez egy lehetőség, hogy újra gondolni, hogy hogyan is tovább. Ez a sok-sok feladat, ami vár önökre, vagy ami már munkálkodnak, mennyiben jelent többlet feladatokat?
Hát nem tagadhatom, hogy ez többletfeladatokat jelent, de a pedagógusok már lassan megszokták, ugye, hogy meg kell terveznünk a jövőnket. Ugye annak idején már megélte a pedagógus társadalom egy tanterv, tanmenet, és ennek megfelelően minden évben ugye a tanmenetek készítése. Tehát ez az új tantervkészítés, illetve dokumentumkészítés annyira már nem új dolog. Tehát azokat a tapasztalatokat, amit eddig szereztek a kedves kollégák, szereztünk, úgy gondolom, hogy be tudjuk építeni és könnyíteni fogja a munkánkat, de természetesen nagyon sok időt és energiát igényel a pedagógusoktól. Tehát akkor nem csak, ha jól értem, nem csak a vezetőség úgymond, tehát az igazgatónő, igazgató helyettesek munkálkodnak ezen, hanem gyakorlatilag a három iskola összes pedagógusának van ebben jócskán feladata. Így van, munkacsoportok alakultak, hisz különböző dokumentumokat kell létrehozni. Hát ennek egyik legjelentősebb része valóban a kerettanterveknek való megfelelés, hisz 2013. szeptemberétől már ennek megfelelően folyik majd a szakmai munka, és itt egyeztetnek a szakmai munkacsoportok a különböző területekre állomán, hol fontosabb azok a szabadon tervezhető órakeretek, hova tegyük, mit kell csinálni, és itt jönnek be azok a bizonyos egyéni specialitások, amiben tudnak a pedagógusok, illetve a tagiskolák dönteni. Hisz van egy közös alap, ami egységesen, országosan, ugye minden iskolára nézve kötelező lesz, de a szabad óraszámokkal, illetve területekkel maguk az iskolák pedagógusok rendelkeznek. Lehet-e tudni valamit erről a kerettanterv változásról, hogy mi ennek hát, a legfőbb pillére, vagy mit fog ez jelenteni, hogy változik? Meg tulajdonképpen ugye rögzítették azokat az alapismereteket és követelményeket, amelyet úgy gondoltak ugye a szakmai vezetés, hogy minden iskolában az átjárhatóság miatt kötelező érvénnyel teljesíteni kell az iskoláknak ezzel, és megkönnyítendő azt a fajta átmenetet, amit esetleg a szabadabb szakmai választások lehetetlenítettek, vagy megnehezítettek. Ezt a kötött formák ugye most biztosítani fogják, de természetesen meghagyva. Ez területenként és tantárgyanként változó, tehát nagyon sok alap információ és követelmény közel azonos, mint volt, de természetesen a mai kor kihívásának a munkába állás, és minden egyéb most részletébe nem szeretnék mélységébe belemenni, de természetesen a tantárgyaknál megtartva azokat az alapértékeket és normákat, ismereteket, amit feltétlen fontos a úgymond kultúrált és nagyon, nagyon biztos alapokkal kikerülő gyerekek ismeretéhez, és igazodva a mai kor kihívásához. Tehát próbálták úgy összeállítani azok a szakmai csoportok a kerettanterveket, akik ezt készítették, hogy minden ilyen igényt azért kielégítessünk mi pedagógusok az iskolákban. Hát akkor jó munkát kívánunk az elkövetkezendő időszakra. Meddig tart szépen. Ez az erőltetett menet gyakorlatilag? December 31-ig el kell készülni, tehát valóban van tennivaló, mondhatni minden napra megvan a feladatunk, hisz azért minden pedagógusnak meg kell ismerkedni a saját tantárgya kerettanterveivel, hisz ugye ezek ajánlások, amiből majd lehet választani. Ez talán könnyíteni fogja a munkánkat, hisz meg kell találni azt a megfelelő kerettantervet, amelyet az adott iskola pedagógus társadalom a legjobbnak ítél meg. De nem kevés anyag, és hát mindemellett ne felejtkezzünk el, hogy a pedagógusok nap mint nap gyerekekkel foglalkoznak, tehát folyik a napi munka, tanítanak, és azért ezt tartják szerencsére pedagógusaink a legfontosabbnak, és ez úgy gondolom, hogy gyereknek, szülőnek, mindenkinek öröm. Beszéljünk a gyerekekről.
Az idei tanévet hány tanuló kezdte meg a Kovács Mihály tagiskolában? Két osztállyal kezdtünk, nagy örömünkre szolgál. Tehát első osztályosokról. Így van, első osztályosokról, és közel 30 fővel kezdtük meg a két első osztályunkat. Hát aranyosak. Tehát 30-30 vagy 15? Nem. Tehát nem, ez az igen. Összlétszám. Tehát elnézést kérek, hogy most pontosan, tehát nem akarok butaságot mondani, az egyik osztályunk 27 fős, és a másik osztályunk 20-25 fölött van, tehát ezért mondtam, hogy közel 30 fővel, aranyosak, kedvesek, és úgy gondolom, hogy már a tanítónéniknek köszönhetően, és természetesen a szülők támogatásának túl vagyunk a kezdeti nem egyszerű traumán, ami gyereket és szülőt ér, hisz valóban nagy izgalom egy elsős szülőnek, gyereknek az iskolába kerülés, és nagy mérföldkő, nagy lépés az óvoda után, hisz itt bizony teljesítménykényszer van. A gyerekeknek az átmeneti időszakot követően nagyon hamar iskolássá kell válnia, koncentráltan figyelnie, dolgoznia, és még ráadásul ugye eredményt is kell elérnie. Mekkora most az össztanulói létszám a Kovácsban? 397 fő. Ez egy szép, szép szám. Igen, igen, bár természetesen ugye érezzük évek óta a demográfiai csökkenést, amely a osztálycsoportokból is következik, hisz régen ugye három osztállyal, illetve volt időszak, amikor négy osztályunk is volt, na most ehhez képest most már 1-től 8-ig két osztályjal működik. Milyen tagozatos most az első két osztály? Ugye volt régen, ha jól tudom, matematika, sport, Mikor mi voltunk így annyi van, idősek. Így van. Tehát a sport érthető módon ugye a fenntartónak biztosítania kellett ugye különböző tagozatokat, és amikor csökkentek a létszámok, akkor ugye a testnevelés emelt szintet a Kiskulcsosi tagintézményben biztosították, nálunk pedig maradt 5-től 8-ig az emelt szintű matematika. Alsóban nincsen emelt szintű oktatásunk, a kompetencia oktatás, amelyet folytatunk, illetve a másik osztályunk pedig iskola otthonos formában dolgozik. Hát ez látva a jövőt. Melyiket gondolják jobbnak, vagy melyik a beváltabb? Hát ugye az iskola otthon az azt jelenti, hogy nem viszik haza a táskát, nincs házi feladat, vagy ha van is, azt megoldják ott napközben. Így van, így van. Tehát az esetek többségében ugye ezt az iskolában oldják meg a gyerekek, de természetes azért teret engedünk az olyan egyéni kívánságnak, ha a szülő már a tanítási órán túl szeretné a gyereke focizna, vagy zeneiskolába járjon, akkor néhány gyerekünk ebben az osztályban is lehetőséget kapott, nem a tanóráról, hisz ugye úgy áll össze a reggel 8-tól 4-ig tanórák, napközis, illetve szabad foglalkozásoknak a váltakozásával, amikor már napközi, ha ne adj Isten a szülő, hogy egy olyan napközis foglalkozásról viszi el, ahol épp a házi feladatot végzik el, akkor bizony a szülő bevállalja azt, hogy otthon elkészítik ezt a feladatot, hisz hatig nem maradhat a kisgyerek az iskolában. A kérdésére visszatérve, hogy melyiket kedvelik, érdekes, mert mind a kettőt. Ugye vannak szülők, illetve gyerekek, akik nem biztos, hogy igénybe szeretnék venni a délutáni foglalkozásokat a napközét. Nekik ugye a kompetencia alapú oktatás az mindenképp egyszer technikailag célra vezetőbb, mert akkor az utolsó óra után el tudják vinni, illetve a kompetencia alapú oktatást örömünkre még mindig sok szülő és gyerek kedveli, hisz ugye a gyakorlati ismeretek átadása, és ott egy kicsit hosszabb időszak van az óvodaiskola átmenet között, tehát ezt rendkívül kedvelik a szülők, gyerekek, hogy játékosan szoknak be az iskolába. A másik formát meg természetesen ugye nagyon sokan azért kedvelik,
hogy szakmai segítséget kapnak a gyerekek, a házi feladat, a begyakorlás, ha hiányosságok vannak, nehézségek, akkor azt az adott tanítónénivel tudják pótolni, és ez megkönnyíti a szülőnek és a gyereknek a dolgát. Beszéljünk az elmúlt tanévről. Milyen pályázatokon vettek részt? Volt-e valamilyen pályázatuk? Hát ugye az elmúlt években több pályázatunk is volt, de beszélgettünk mi már erről a tehetség pályázataink, illetve a közalapítványos pályázataink, amelyek nagyrészt szintén tehetséges pályázatok voltak. A határtalanul sikeres pályázataink egyik megvalósult, másikra készülnek a kollégáink, de a legnagyobb, amelyen most épp túljutottunk, és már a záró jelentéseket, szakmait és pénzügyi jelentéseket készítik a kollégáim, az a TAMOP 315 szakmai megújulás címen folyó pályázat, amely a pedagógus továbbképzést célozta meg, és a mi kollégáink közül is hárman részesei voltak ennek a pályázatnak, és ennek köszönhetően szereztek plusz képesítést, vagy plusz diplomát. Ugye ez a pályázat uniós társfinanszírozással, de természetesen ugye a magyar állam támogatásából valósult meg. 9 milliót pályáztunk, természetesen ezt nem tudtuk mind fölhasználni, na nem az eszközök terén, mert sajnálatos módon azt egy kicsit kevesebb volt, hisz itt célzottan ugye a szakmai megújulás volt, hanem úgy döntöttek kollégáim, hogy nem szállnak meg, máshogy oldották meg, tehát ilyen irányú megtakarítás volt, amely ilyenkor természetesen ugye visszakerül a támogatókhoz. És a három kolléga pedig Antalócziné Balog Ágnes felsős matematika szakos tanárnő, aki tehetségpedagógusunk lett mesterképzésen. Nagy örömünkre szolgál, hisz a Kovács Tehetség pont nagy hasznát veszi a kolléganőnek. Ő eddig is nagy szeretettel terelgette, pátyolgatta a tehetséges tanulókat, sok versenyre felkészítette. Most pedig már ugye teljes szakavatott szakemberként teszi ezt, és vezet különböző tehetségköröket már ettől a tanévtől. A következő kollégánk pedig Hunyadi Ildikó, aki kémia-fizika szakos, szintén felsős kolléganő. Hát úgy gondolom, hogy a mai kornak megfelelő képesítést szerzett a sajátos nevelésű gyerekek differenciált fejlesztését, oktatását, nevelését segíti a Sonder pedagógián szerzett ismereteivel, és ennek megfelelően tart különböző foglalkozásokat. De én úgy gondolom, hogy ennek igazán nagy előnye az, hogy a tanórán is más módon tud hozzáállni ezekhez a gyerekekhez, és hát ráadásul az ő tárgya sem az a könnyű tantárgy, tehát biztos, hogy örülnek a gyerekek, ha ilyen szakmai plusz megsegítést kapnak. És a harmadik kollégám pedig Magyar Sándorné, aki szakvizsgázott vezetőképzésből, és azt hiszem, hogy nem csak a mai változások miatt is nagy segítség, hisz ő a legfrissebb ismereteket sajátította el ezáltal, de mint alsós munkaközösségvezető igazán tudja kamatoztatni ez irányú ismereteit, és számítok is rájuk, mint hármójukra. Mennyire ideig tanultak ezek a pedagógusok? Hát ez változó volt, az Antalócziné Ági tehetsége egy éves volt, de előtte, tehát le kellett vizsgázni a kredit, tehát a felsőoktatásnak megfelelően különböző krediteket kellett elvégeznie, és igen, komoly felvételi volt a kitétele annak feltétele, hogy fölvegyék és elkezdhesse a tanulmányait. Hunyadi Ildikónak a speciális képesítése egy másfél éves, a Hajdúböszörményi fő- és kiegyezett főiskolai karon szerezte a diplomáját, és Magyarné Julikáé az 2 éves volt, fönt a műszaki
egyetemen szerezte a végzettségét, tehát igen, széles sávban, ági egerben végezte ezt a iskolát, tehát rendesen sok időt és energiát kellett utazással hétvégén, mert azért a képzések többsége hétvégén volt, és ilyenkor mindig elismeréssel adózunk a pedagógusoknak, családanyáknak, hogy szabad idejüket áldozzák, mind a mellett, hogy úgy gondolom, hogy olyan ismereteket szerezhettek, ami nem csak nekünk, az iskolának, gyerekeknek, hanem az ő saját épülésükre is biztos, hisz csak örömmel tették ezt a dolgot. Ők jelentkeztek, vagy ők lettek a kiválasztottak? Hát tulajdonképpen, amikor a pályázat kiírása megtörtént, akkor ugye mindenkinek lehetősége volt átgondolni, hogy szeretne. Természetesen, mint tagintézmény vezető, ugye előre nézünk, tehát azért kerestem azokat a utakat, lehetőségeket, ami a későbbiekben nem csak a kollégának, hanem az intézménynek is hasznára válhat. Tehát egy picikét célzottan történt, de a lehetőség az mindenkinek adott volt, és tulajdonképpen három kolléga volt, akinek tetszett az irány is, és szívesen vállalták ezt a képzést. Most vannak akkor a pályázatnak a legfontosabb, legnehezebb, legutáltabb részénél, ugye, amikor el kell számolni, utána belevágnak egy következő pályázatba, vagy nagy levegő, megnyugodtunk, minden oké, nem jön vissza semmi kivetni való, és van esetleg valami újabb lehetőségük? Hát ugye ez érdekes dolog, mert valóban így van, hogy az adminisztráció, mivel napi adminisztrációk is vannak, az ilyenkor nagy erőtételám, és ilyenkor mindig elhatározzák a kollégák, hogy soha többet. Ez évek óta így megy, hogy elkezdve a HEFOP-tól, ahhoz képest azért mindig megnyugodtam, hogy amikor úgy kiheverik a kollégák. Igen, és hogyha egy-egy igazán hasznos pályázat van, akkor azért mindig találunk olyan kollégát, vagy kollégákat, hanem is a pályázat megírására, de annak megvalósítása, hisz ugye a pályázat az két dologból áll, meg kell írni, ami nem egyszerű, tehát ehhez ötletek kellenek, ugye az adott pályázati kiíráshoz, de azért kellenek a megvalósítók is, akik véghez viszik. És hát valóban most ez a néhány nap, ez ugye a leg nem szeretettebb időszak, amikor mondjam azt 7 nappal lát éve, mert mindig úgy néz ki, hogy már kész vagyunk, és az utolsó pillanatban mindig kiderül, hogy még ez hiányzik, még jaj, ezt gyorsan be kell szkennelni, hol is van, bár tényleg nagyon szépen mindent elrakunk dossziékba, de hát én bízom benne, hogy ahogy eddig is, ezt is sikeresen megoldják a kedves kollégák, és zökkenőmentesen sikerül leadni a pályázatot. Úgy legyen. Azt szeretném még megkérdezni, hogy milyen rendezvényekre készülnek a közeljövőben még az iskola tervei. Hát a legközelebbi rendezvényünk a Molnár Anna matematika, városi matematika verseny, amelyre ezúton is nagy-nagy tisztelettel és szeretettel várunk minden városunkban matematika iránt elkötelezett kisdiákot és természetesen felkészítőt, de ők ezt már tudják, hisz a szervező Antalócené Balog Ágnes kolléganő már időben küldte a meghívókat. Mikor lesz ez a verseny? Most november valahanyadikán, elnézést kérek, butaságot tényleg nem szeretnék menni. Tehát aki érint, az tudja. Így van, ők tudják. És hát természetesen ugye ment minden a maga útján, megünnepeltük iskolai keretek között ugye a Zenevilágnapját, október 23-át, projektnappal, illetve egy kis ünnepséggel zárult a végén. Elindult a különböző sportversenyek, mezei futóverseny, most van túl a Karcagi Általános Iskolai Központ az országos duatlonon, ahol az egyik csapat második helyezést ért el nagy örömünkre, és itt bizony már a közös csapat érte el ezt a szép eredményt. Gratulálunk nekik és a felkészítőknek.
És hát természetesen ugye szépen rendben jönnek sorba a különböző rendezvényeik. Mindig úgy vagyunk, hogy annyira sok, és talán egy kicsit kevesebb kellene, de aztán mindenki valahogy ragaszkodik a saját versenyéhez, rendezvényéhez. Az osztályfőnökök örömmel szerveznek programokat a gyerekeknek, tehát sohasem tétlenkedünk, és mindig van mit tennie. Igazgató helyettes asszony, köszönöm szépen, hogy elfáradt hozzánk, megosztotta velünk ezeket az aktuális információkat. További szép, sikeres tanévet kívánunk Önöknek. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, és én is mindenkinek minden jót kívánok. Köszönjük, hogy itt volt. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.